oda Laura, dologról érkezett, Endő Menélkét adja elő. Felkészítő tanára Lőrizné Csizmadia Katalin, kísérő tanár Mána József.
Borsos Júlia következik, Budapestről, aki Bach E-moll bőrű című darabját adja elő. Felkészítő tanár, Rejkort Ildikó, kísérő Lukács Házi Pál. Thank you.
feldolgozást hallhatunk, a Lőcsei Virginiának egy első három tételét. Előadja szobról Kis Anna, Vajsz Dalma, Durján Bence, Géci Anna, Varga Sebestyén, Homer András, Víg Viktória, Mészáros Jászmén, Gyurcsi Dániel. Felkészítő tanárunk Tókos Jonatán, Újvári Gábor, Szakásné Győri Éva. Kísérő tanár Sándor Karola. Thank you.
Kedves vendégeim, hát találkozom zárásaként fogjuk majd átadni az emléklapokat, amelyek mellé természetesen idén is jár egy három csúszásra jogosító pompájajegy, valamint egy apró kis ajándék, amely kollégám Rácz Tamás ötletéből valósulhatott meg. Köszönöm neki. Egy történetet eszembe erről. Valamikor régen olvastam egy könyvben azt, hogy pszichológusok vizsgálták azokat a gyerekeket, akiknek el kellett menniük hirtelen lakóhelyükről valamilyen üldöztetés miatt. A rövid idő alatt, amíg össze kellett csomagolniuk azokat a tárgyakat, amelyre nagy szükségük lesz majd az út során, összepakolhatták önmaguk. A pszichológusok nagy meglepetésére olyan tárgyakat vittek magukkal, mint például karácsonyfavíz. Ami elsőre érthetetlennek tűnik. De végig gondolva könnyen rájöhetünk arra, hogy miért is tettek így. A válasz egyszerű. Azért, hogyha már el kell hagynunk életünk eddigi szinterét, akkor legalább egy darabot vigyenek magukkal belőle, egy olyan tárgyat, amely felidézi számukra azokat a legkedvesebb perceket, amelyek régi életükhöz kapcsolódnak. Esetünkben is valami hasonlóról van szó, mégpedig arról, hogy mi is adjunk valami kis darabot abból, amit itt együtt ma megtapasztaltunk. Ezt szimbolizálja az a kis ajándék, amelyet kedveskedünk a résztvevőknek. Nagy örömünkre ismét bővült pártfogóink köre. Kollégának, Vasengertának hála, idén a Pilisi Parkerdő jóvoltából a találkozó résztvevői ingyenesen ellátogathatnak a visegrádi fellegvárba a mai napon. Köszönjük a felajánlást! És természetesen köszönet illeti azt a sok-sok támogatót, akiket most fel fogok sorolni. A Mátyás Király Múzeumnak természetesen köszönet az impozáns helyszín biztosításáért. A Zsirályi étteremnek a tea és a kávé biztosításáért, a Visegrádi Ásványvíz Kft-nek a sok finom ásványvízért, a Visegrádi Rigoletto cukrászdának a finom pogácsáért, a Herr cukrászdának Dunabogdányból az ízletes süteményekért, a Káosz 77 Kft-nek a vendéglátáshoz nélkülözhetetlen eszközökért, a Visegrádi Bompája Vétének a fellépők számára biztosított ingyen bohozásért, a Pilisi Parkerdő ZRT-nek az ingyenes várlátogatásért, a Dunabogdányi Cirki Borháznak és Visnyovszki Andrásnak az ízletes medükért, az Ancsa Virágboltnak a dekorációért, és a Visegrádi Városgazdálkodási Csoportnak a szükséges eszközök helyszínre szállításáért. És úgy látom, hogy megérkeztek a táncosaink, akikre nagyon vártunk. Tudtok most kezdeni? Jó, jó. Akkor előtte, amíg ti elkészültök, átadjuk az emléklapokat. Igen. Kérem, Udóki Marianna intézményvezető asszonyt, hogy jöjjön és adja át az iskoláknak az emléklapokat és a hozzátartozó ajándékokat. Először szólítom a Tahitót falui Pollák Mihály Általános Iskola és a Lakókú Művészeti Iskola képviselőjét. Kérem, hogy vegye át a belépőket, a kulcstartókat, amiről szó volt, iskolák nevében. Köszönöm. Az Esztergomi Zsolt Nándor Alapfokú Művészeti Iskolát szólítom, vegyék át a díjat, az emléklapot. A következő a Dorogi Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola. Nagymarosról a Kittenberger Kálmán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola képviselői. A Szobi Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti Iskola. Thank you.
15. A Duna-Bogdányi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola képviseletében kérem, hogy jöjjön Attila. Budakalászi Kalász Művészeti Iskola képviselőjével. És természetesen a helybéliek képviseletében is bizonyára jönni fog valaki, a Visegrádi Ápril Lajos Általános Iskola és a kedves gyerekek, ezt a bő egy órát köszönjük nektek. Nagyon szép muzsikát hallottunk, nagyon szépen felkészültetek, és hoztátok nekünk a zenekongjait. Most már a búcsú számunk maradt, csak egy Judit nehéz, reneszánsz táncosai következnek. Előtte szeretném megköszönni Anzsi nektek, hogy ilyen szépen megszerveztétek ezt a napot kollégáimmal együtt, és még egyszer köszönöm, most már nem vakondok hovatozva a távolabbról jött kollégák tudását, segítségét, ami a gyerekek teljesítményében mutatkozott meg. Amikor vége lesz a reneszánsz táncnak, utána szeretettel várunk mindenkit, egy kis ételre és italra. Biztos vagyok benne, hogy tudjátok, hogy merre kell menni. Köszönöm a figyelmüket, köszönöm a figyelmüket.